Sziasztok, mindenkit üdvözlök! A belépő szintű Ryzen konfigurációmat követően most az erősebb középkategóriás Ryzen konfiguráció videóm következik. Tehát lényegében most úgy középszinten állítok össze egy AMD konfigot a legújabb Ryzen processzor felhasználásával, és ugye a legújabb technikával, tehát ez maga után vonja a teljes felszereltséget, ugye a DDR4-es memóriát, az új AM4-es alaplapot, és a legújabb AMD technikát. Processzor AMD Ryzen 5X6600X, ez egy 6 magos, 3,6 GHz-en dolgozó processzor, ugye a legújabb 14 nanométeres gyártás technológia, socket AM4-es foglalatban megy bele, ugye 95 watt fogyasztás, és ami még nagyon fontos, hogy ez egy tuningolható processzor, tehát ha még komolyabb játék teljesítményre vágyunk, akkor azt a 3,6 GHz-et még lehet nyugodtan följebb tornászni. Alaplap Asus Prime X370A, 42.470 forinttól indul, ugye X370-es chipset, ez lehetővé teszi nekünk majd a tuningolást, és emellett egy igen jó felszereltségű alaplapról van szó. Memória Corsair 2x4 GB DDR4 2400 MHz. Hát ugye, ha rákeresünk erre a RAM-ra, akkor fontos lehet az a betűi szám kombináció a végén egyébként. Nem nagyon használjuk ezt csak a pontos beazonosításhoz. Ha esetleg rá szeretnétek keresni erre a RAM-ra az árukereső árgépbe, akkor fontos lehet ez alapján beazonosítani. Egyébként ez az egyik legjobb választás, nem véletlenül mondom. 2400 MHz-es CL14-es, tehát a mostani drága RAM árakat figyelembe véve, ez egy nagyon jó árértékarányú RAM modul. Gépház Aircore Cyclops 10.395 forinttól kapható. Korábbi videómban is ajánlottam ezt a gépházat, még mindig nagyon jó árértékarányt képvisel, és tökéletes választás lesz ehhez a konfighoz. HDD, Western Digital Blue, 1 terabájtos változat. Ugye manapság már megkérdőjelezhető, hogy minden esetben elég az 1 terabájt. Én azt mondom, hogy még igen, és az ára is remek, tehát szerintem nyugodtan választhatjuk ezt a merev lemezet. Gyakorlatilag SSD árak úgy levitték a minőségi HDD-k árait, hogy már 14 000 forint alatt is beszerezhető. Tápegység FSP Hyper 700 watt, nagyon jó tápegység, megfelelő védelme ellátva, megbízható, jó minősítéssel rendelkezik, nyugodtan merem ajánlani ezt a tápegységet. És végül a videókártya, Radeon RX 560 4 GB, 48.125 forinttól indul. Hát az a erős középkategória, tehát nyilván nem verekedik az RX 570-nel, vagy az RX 480-nal, de AMD oldalon ebbe a konfigba egy nagyszerű választásnak számít. Tehát szerencsére nem az az RX videókártya, ami nagyon túlárazottan kapható. Ugye, ha megfigyeltük az RX 570-580 árakat, akkor eléggé megemelkedtek, de ez még az a kategória, ami bőségesen ki fog szolgálni minket, és megfizethető áron is kapható. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A Shadow Warrior YouTube csatorna támogatásra szorul, kisebb-nagyobb támogatásokat szívesen fogadok a csatorna további üzemeltetése, fenntartásának érdekében. Az adományokat a feltüntetett PayPal e-mail címre tudod küldeni. Nézz szét a csatornámon, remélem te is örömödet fogod lelni benne, és ha tetszett, akkor iratkozz fel. Ha nincs PayPal számlád, vagy esetleg nincsen módod anyagi hozzájárulással támogatni a csatornát, következő módon tudsz még segíteni: megnyitsz tőlem egy lejátszási listát, ahol fel vannak sorolva a videóim, majd 10-15 videón keresztül reklámokat megnyitva, jobb klik, megnyitás új lapon, így PayPal számlán kívül fáradtságmentesen is hozzá tudsz járulni a Shadow Warrior YouTube csatornához.